2050-ben járunk, a nem túl távoli jövőben vagyunk. Aggasztó vízhiány van. Amerre járunk, már csak szárazságtűrő növények vesznek körül bennünket. A nagy vízigényű klasszikus növénytermesztést és a veteményes kerteket felváltotta a drónok, szenzorok és a mesterséges intelligencia által vezérelt zöldség és gyümölcs termesztés. A szökőkutak már csak elhagyatott köztéri mementók. A boltok polcain szórványosan találhatók nagy vízigénnyel előállítható szeszes és cukros italféleségek. Már nem pénzmegtakarítás miatt korlátozzuk a vízfelhasználásunkat, hanem mert nincs. Ekkorra minden nemű alapszükséglet feletti vízfelhasználáshoz engedély szükséges. Ennek hiánya súlyos szankcióval jár. 2050-ben jártunk, a nem túl távoli jövőben. Tudom, ez még most nagyon Mad Max, de sok helyen már 2030-ban realizálódhat a meglévő édesvízkészlet 24. órája. És most ugorjunk 4,5 milliárd évvel ezelőttre. A legújabb kutatások szerint a földi élet kifejlődésében és létrejöttében alapvető szerepet játszó víz egy része jégformájában érkezett a csillagközi térből a naprendszerünk területére, még annak kialakulása előtt. Többféle vízeredet történet van, egy biztos, hogy a két hidrogénatom és egy oxigénatom kémiai kötéséből álló H2O molekula nélkül most nem lennénk itt. Már egészen kiskorunkban tanultunk a víz körforgásáról. Amit ezzel kapcsolatban fontos tudatosítanunk, az az, hogy a felszín alá jutott víz, mely tovább folytatja az útját a földtani közegben, nos, az az út napokban, hetekben, hónapokban, sőt, hosszú években, évezredekben mérhető. Ez globális probléma, hiszen a vizek utánpótlásának egy része már nem biztosított. Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez a probléma csak a száraz, és az egyébként is fejletlen területeken élőket érinti. Azonban már a klímaváltozás, a népességrobbanás, az elavult infrastruktúra, a pénzhiány és a pazarló vízfelhasználásnak köszönhetően Európa egyes nagyvárosaiban is, mint Londonban vagy Barcelonában, hamarosan beköszönthet a 24. óra, amikor megnyitják a csapot, és már nem folyik víz. De öntsünk tiszta vizet a pohárba, és nézzük meg, mennyi a föld édes vízkészlete. Bolygónk teljes vízkészletének maximum 3%-a édesvíz. Ennek is jelentős része hó és jég formájában van jelen, illetve a felszín alatti kőzetek pórus terében. Ami könnyen elérhető felszíni édesvíz, mint a tavak, a folyók, a víztározók, az összes felszíni víznek mindössze 7000-eléke. Ezt hívják hidrológiai James Bond számnak. A tizedes vesző után 2 nulla és 1 hetes. Jegyezzük meg, mert ez nagyon alacsony szám. De van egy mutató, amellyel az egyes országok vízben való gazdagságát mérik. Ehhez az egyfőre jutó belső megújuló vízkészletet veszik alapul, ami tulajdonképpen a csapadék mennyiségnek, a szabad vízfelszínnek, a talaj és a növényzet együttes párolgásának a különbsége. Víznagy hatalomként azt gondolhatnánk, hogy mi Európa élvonalába tartozunk. De az országhatáron átfolyó vizek nem tekinthetők a nemzeti vízkincs részének. A száraz tény az, hogy az egyfőre jutó, teljes megújuló vízkészlet aránya Magyarországon nagyon alacsony, hiszen jelentős területünk csapadékhiányos. Akkor ez most azt jelenti, hogy mi vízben szegény ország vagyunk, és hogy minden csepp vizet meg kellene tartanunk? Igen. Minden cseppvizet meg kell tartanunk. De hogyan lehet például esős időszakban a lehullott vizet összegyűjteni, és megtartani annak érdekében, hogy felhasználhassuk később szárazság idején? Hát esővízgyűjtéssel. Bár ez több évezredes múltra tekint vissza, ami igazán hatékonyá és innovatívvá teszi, az összegyűjtött víz felszín alá juttatása,
és betáplálás a sekélykutakba. Ennél a módszernél nagyon fontos, hogy az elnyeletett vízzel ne szennyezzük a talajt, illetve hogy a kutak szakszerűen a talaj és a kutak szennyeződését megakadályozó profi anyagokból legyenek összeállítva. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni. Utolsó pillanatban vagyunk, hogy tájfüggő vízmegtartási és pótlási módszereket kezdjünk el alkalmazni otthon és a mezőgazdaságban. És ha már vízgyűjtésről van szó, a természet is megihleti az élelmes kutatókat, például a pókháló és a rovarok által inspirált megoldással a levegőből is össze lehet gyűjteni a vizet a vízgőz megkötésével. A természet mindig tanít nekünk valamit, és alkalmazkodnunk kell. Bár sokan gondoljuk úgy, hogy az ipari szereplők brutális vízfelhasználásához képest teljesen mindegy, hogy elzárjuk-e fogmosás közben a vizet, vagy sem. Egy ember napi vízmegtakarítása nem tűnhet soknak. De egy országnyi ember egy évnyi vízmegtakarítása már óriási lehet. A víztakarékosság nem igényel extra beruházást. A mérték a lényeg. Például, hogy fogmosás közben zárjuk el a csapot. Használjunk fogmosó poharat. Mosogatáskor, az edények tisztogatása közben ne folyasszuk a vizet. Használjunk mosogatótálat, mint nagyanyáink. Vagy modern módra jól teletöltött és víztakarékos mosogatógépet. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy a kádban fürdésnél sokkal víztakarékosabb és frissítőbb is a zuhanyzás, különösen, ha nem állunk alatta órákig. Télen, amíg a meleg víz érkezésére várunk, fogjuk fel kancsóba a vizet, és használjuk el zöldségpucoláshoz, vagy a növények locsolásához. Nyáron viszont ne várjunk a hideg víz érkezésére, tegyük bele egy kancsóba, és a hűtőből ki tudjuk venni mindig a friss vizet. Háztartásunkban egyébként nagyon sok mindenhez használunk vezetékes vizet, pedig az áztatásból, mosásból, illetve a mosogatásból visszamaradt úgynevezett szürke víz, a közepesen szennyezett víz még annyi mindenre használható, vécéüblítésre, felmosásra. De takarékoskodhatunk úgy is az ivóvízzel, hogy vízsugárszabályzó víztakarékos csapbetétet vagy zuhanyfejet használunk. Itt szeretném megjegyezni, hogy a vízben a pohárba kiengedett víz nem a klór miatt fehér, hanem a víz kiengedéskor keletkezett légbuborékok sokasága miatt. Vízi közmű szolgáltatóként nem győzzük hangsúlyozni, hogy otthon a csöpögő csapokat vagy az eresztő vécészelepeket azonnal meg kell javítani, hiszen észrevétlenül rengeteg víz folyhat el. És hogyha közterületen találkoznak csőtöréssel vagy szivárgással, jelentsék be a szolgáltató számára. És hát irodai munka során használjunk minél kevesebb papírt. Több fa, több víz marad. És biztosan azt is tudják már, hogy egyetlen egy csepp sütőolaj 1000 liter élővizet szennyezhet el. Ne öntsük soha a lefolyóba használt olajat. Vigyük el gyűjtőpontokba. Mennyire egyszerű dolgok ezek. És hogy alkalmazzuk-e? Ahogy a favágók mondják, minden döntés kérdése. Mint ahogy az is személyes döntésünk, hogy csapvizet iszunk-e. Magyarországon a vízi közmű szolgáltató által szolgáltatott közműves ivóvíznek szigorú előírásoknak kell megfelelni szín, íz, szag, hőmérséklet és egyéb összetevők tekintetében. Az ivóvíz nem tartalmazhat káros anyagokat, tartalmazza viszont a szervezetünk számára fontos ásványi anyagokat, nyomelemeket, sókat. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy otthonainkban, illetve munkahelyünkön állandóan elérhető a vezetékes víz. Mégis, hihetetlenül olcsó víz folyik a vezetékeinkből, és úgy isszuk a csapvízhez viszonyítottan drága palackozott vizet, mint ha másként nem jutnánk tiszta egészséges ivóvízhez. Pedig a víz mesterséges szállítása, a keletkezett hulladék kezelése és újrahasznosítása mind nagyon környezetterhelő. Vízművesként tisztában vagyok a vezetékes ivóvíz minden élettani előnyével, és nem értem, hogy miért iszák mégis sokan a cukrozott vagy az édesítőszeres üdítő italokat, az ízesített vagy az anélküli palackos vizeket. Olyan országokban is,
mint például a hazánkban, ahol rendelkezésre áll tiszta, egészséges ivóvíz. Márai Sándor szavait idézve. Az ember mérhetetlen gőgében és hiúságában hajlandó elhinni, hogy a földi javak ellen is élhet, megmásíthatja azokat. Mintha a vízcsepp azt mondaná, én más vagyok, mint a tenger. Jelenleg mintegy 3 milliárd ember nem fér hozzá tiszta ivóvízbázishoz, évente legalább 1 hónapon keresztül. Az ENSZ becslése alapján a föld lakóinak száma 2050-re eléri a 10 milliárd főt. A vízbázisaink adottságait figyelembe véve az akkori népesség mintegy fele, azaz 5 milliárd ember fog szembesülni súlyos vízhiánnyal. Ezek után kérdés még, hogy milyen kincs folyik a hazai vezetékeinkből. Csapvíz. Bármikor megengedheted magadnak. Egészségünkre!